Rajban gazdag, jó reggelt! Ez a Kripto a Kriptoakadémia.com lapindító műsorai. György Fiandrás vagyok, csapjunk bele! Hagyományos piacok a legutóbbi kereskedési napon, langyos pocsolya, se le, se föl igazán. Legalábbis semmi különös és semmi látványos. Viszont van valami, amiről nyilván be fogunk számolni, ami nagyban hat mind a hagyományos piacokra, mind a kriptóra. A kriptóra, ami tegnap még incselekedett a 30 ezer dollárral, aztán nem sikerült. már pedig egy kisebb visszahúzódáson megyünk keresztül, sőt, mit kisebb, még a 28-at is sikerült elveszíteni. Már most per pillanat, amikor veszem fel ezt a videót, akkor éppen fölötte vagyunk 11 dollárral, de tudjátok, hogy ennek semmi jelentősége. A lényeg a lényeg, hogy még 27.900 tájékára is lementünk. Na és akkor lássuk, hogy mi tartja most lázban a piacokat. Hát az első és valószínűleg a legfontosabb, bár mind kettőnek annyira nagy súlya van, hogy nehéz különbséget tenni, de valószínűleg a legfontosabb az a holnapi kamat döntés a Fed részéről. Ahogy arról rengeteget beszéltünk az elmúlt bő egy év során, a kamatok határoznak meg most mindent, az inflációt valahogy vissza kell szorítani, és erre sajnos az egyetlen eszköze a Fednek, úgy világszerte a központ és nemzeti bankoknak, a kamatemelés. És ez egyenlőre úgy tűnik, hogy többé-kevésbé meg is teszi a hatását, hiszen az USA-ban tavaly nyáróta azért már egy lefelé tartó trendről van szó. Kérdés, hogy a Fed is egyetérte azzal, hogy most már lehet egy kicsit lazítani. Lazítani, attól még távol vagyunk. A kérdés az az, hogy milyen mértékű lesz a kamatemelés. Hogyha beleilleszkedik a csökkenő trendbe, az jó, és ez adhat egy löketet a piacoknak. És a bitcoinnak is, viszont hogyha egy nagyobb mértékű lesz, mint amire számítunk, akkor az megint letörheti az árfolyamokat. Az, hogy esetleg ne legyen kamatemelés, az szinte kizárt, hogy pedig kamat csökkentés legyen, az pedig skifibe illik per pillanat, de hát ki tudja, a mai világban bármi megtörténhet. Egy szó, mint száz, Holnap, azaz szerdán kamat döntés a Fed részéről, erre vár most mindenki, és valószínűleg a BTC, meg egyebek is azért estek most az elmúlt fél-egy nap során mert egyfajta kockázatcsökkentést csökkentést eszközölnek a befektetők, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz a kamat döntés. Tehát kamat döntés az egyik legfontosabb. Említettem, hogy a Fed számára a kamat emelés az egyetlen eszköz, ami valóban le is töri az inflációt. Igen ám, viszont ezzel párhuzamosan kicsinálja a bankokat. Láttuk a Silicon Valley Bank példáját, nagy részt, nagyon nagy részt a kamatemelések végezték ki, és itt is van már a következő, a First Republic, ami a múlt héten dőlt össze, és ez okozott egy óriási bizonytalanságot. Tegnap, vagy pontosabban az elmúlt három napban megszületett a döntés, mi szerint a GP Morgan vásárolja föl, ami azért izgalmas, mert van egy nagyon fontos törvény az USA-ban, mi szerint a betétek 10%-át már eleve birtokló bank nem akvirálhat, nem vásárolhat föl további bankokat, hiszen ezzel tovább nőne a súly, ami a betéteket illeti. A GP Morgan ezt már rég kimaxolta ezt a bizonyos 10%-ot, most viszont mégis egy újabb 3%-kal növekedhetnek ezen a téren. Tehát szemet hunyt az amerikai állam e fölött a törvény fölött, mert annyira fontosnak érezték, a First Republic Bank kimentését, és ez egyben szépen példázza, hogy amikor nagy baj van, lásd, koronavírus vagy bankok mennek csődbe, akkor az állam úgy lazán félresöpri a törvényeket, Alapvető emberi jogokat korlátoz, nagyon fontos gazdasági fékeket, ellensúlyokat dob, sútba, stb. stb. Tehát izgalmas világban élünk, amiben tulajdonképpen bármi megtörténhet, a törvények nem számítanak, annak van csak jelentősége, hogy az állam a saját elképzelései szerint jó irányba terelje remélhetőleg a gazdaságot. Lényeg a lényeg, a First Republic most már a GP Morgan Chase része. A, erre a híra sem reagáltak annyira jól a piacok. A bitcointól azt vártuk volna, hogy a First Republic összedőlésének hírére erősödik, ki tudja, ez talán meg is történt a hétvégén, nehéz most tisztán látni, az biztos. Ahogy ezt az Economist írja, jöhetnek még további bank problémák, méghozzá nagyon súlyosak. Aminek a megoldása mi lesz? Na mi, hát ugyanaz, amit most is láthattunk: a felvásárlások és a fúziók. Tehát azt jósolja az elemzőjük, hogy sok bank fog összeolvadni. Az összeolvadás ez szépen hangzik, de magyarul ez azt jelenti, mint ami mindig is történik, vagy legalábbis az esetek döntő többségében történik, hogy a nagyobb bekebelézi a kisebbet, mint ahogy az most is történt. Úgyhogy valószínűleg erre számíthatunk, hogy sok nagy bank még nagyobb lesz, és nyilván ez hosszú távon nem vezeti jó irányba a gazdaságot, hiszen megint csak a centralizáció, és ezáltal előbb vagy utóbb az önkény irányába mozdulunk el. Minél nagyobb egy pénzintézet, annál nagyobb a lobby ereje, annál inkább megmenti az állam a legkisebb probléma esetén is, és annál inkább terebélyesedik és rátelepszik a gazdaságra. Úgyhogy ez nem egy jó trend, meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Egy szó, mint száz, holnap kamad döntés, illetve további bank csődök is várhatóak. Szerintem nem csak az USA-ban, hanem világszerte. Ez egy nagyon kedvezőtlen folyamat, amiből lehet, hogy a BTC, ha nem is nyertesen, de előnyét élvezve kerülhet majd ki. Csatlakozzatok a Discordhoz, kövessetek a TikTokon, iratkozzatok fel ide a YouTube-ra, nyomjátok meg a kis csengőt, és találkozunk délután a napi hírösszefoglalónkban a kripto percekben